Továbbra is a tikkasztó hőség és a 37 és 40 fok közötti értékek jellemzik térségünk időjárását, csapadékra egyelőre nem kell számítani. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, napszúrás ellen használjunk kalapot, védjük bőrünket naptejjel, és ha tehetjük, ne tartózkodjunk sokat a tűző napon. A hőség mellett a napozással is nagyon vigyázni kell, ugyanis extrém magas 9-10-es erősségű UV-sugárzás várható a napokban. Ma a késő esti éjszakai órákban is általában derült csillagfényes vagy kissé fátyol felhős lesz felettünk az ég. Enyhülést hozó csapadék továbbra sem érkezik vidékünkre, többnyire gyenge marad a szél. A minimum értékek várhatóan 20 és 26 fok között alakulnak. Vasárnap is folytatódik a hőség a térségben. 37-38 fokos nappali csúcsok mellett sok napsütésre, fátyol felhőkre, valamint magasra tornyosuló gomoly felhőkre is számítani kell vidékünkön. Hétfőn 37 fokos értékek mellett Vajdaság szerte jobbára gyengén felhős, de kimondottan napos időre van kilátás. Kedden sem érkezik változás, sőt fokozódik az erős hőség. Jellemzően 40-41 fok köré várható a maximum hőmérséklet. Alapvetően napos, de fátyol és délután erősebb gomoly felhősödéssel tarkított idő marad a jellemző. Szerdára és csütörtökre 38-39 fokok melletti napsütéses, délután gomoly felhősödő hőségnapokat jósolnak térségünkre a meteorológusok, ismét fokozódó nappali felmelegedéssel. A régióba sem menekülhetünk a hőség elől, kivéve ha nyaralni, vakációzni megyünk. Egyes nagyvárosokban vasárnap elérheti a 38-39 fokot a hőmérő higanyszála, még Ljubljanában és Szarajevóban 31 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kisebb időszakos csapadékra Budapest, Szeged és Eszék közelében lehet majd számítani, de komolyabb lehűlésre egyelőre nincs kilátás.